2023-ban a Keresztúr nevű települések találkozójának Bodrog Keresztúr adott otthont. Ennek a hagyománynak a gondolata egy szomorú eseményt követően merült fel. Az 1999-es Nagy-Tisza és Bodrogi árvíz idején talált egymásra Balaton Keresztúr és Bodrog Keresztúr. A segítő szándék hamar barátsággá érett. A két település képviselő testületei elhatározták, hogy megszervezik a Kárpát-medencében található Keresztúr nevű települések találkozóját. Jelenleg 23 tagban a szövetségben, és évente találkozókat tartanak, nem csak Magyarországról érkeznek ilyenkor képviselők, hanem a határon túlról is. 2010-től már ifjúsági találkozókat is szerveznek a településeken élő gyermekek számára. A Keresztúr nevű települések szövetsége egy katasztrófa következtében jött létre. 1999-ben Bodrog és Tiszai árvíz idején Balaton Keresztúr község önkormányzata támogatta és segítette a Bodrog Keresztúriakat, és ők vendégségbe hívtak bennünket. Ezt követően jött létre nagyon rövid idő alatt egy szoros baráti kapcsolat a két település között, és a település képviselőtestületek úgy gondolták, hogy szélesíteni kéne ezt a kapcsolatot, és más keresztúriakat is a történet részesévé kéne tenni. És közös rendezésbe Balaton Keresztúron 2000. szeptemberében megtartásra került az első Keresztúr nevű települések hazai és nemzetközi találkozója. Azért mondom nemzetközi, mert a 13 anyaországi település mellett Székely Keresztúr képviselte az elszakított település országrészeket. Ezt követően elhatározták a polgármesterek, hogy egy szervezeti formát alakítanak ki, és 2001-ben a második találkozón alakult meg hivatalosan a szövetség, bejegyzett formában, közhasznú szervezetként. 2004-ben készültek el a szövetségnek a jelképei, a zászló és a címer, amely az ötödik találkozó alkalmából került nyilvánosságra itt Bodrog Keresztúron. A települések váltakozó helyszínnel évről évre megrendezik a találkozóikat. Összesen a szövetségnek 24 tagtelepülése van, és ezen kívül további 12 Kárpát-medencei keresztúrral sikerült kapcsolatot teremteni. Azért, hogy ne csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok is kapcsolódjanak egymáshoz, 2010-től megrendezésre kerültek a diák találkozók is, amely diák találkozók körében a mostani a 12., ugyanis a Covid miatt két éven keresztül sajnos nem tudtunk diák találkozót tartani, de most itt első alkalommal van Bodrog Keresztúron diák találkozó, ifjúsági találkozó. A diák találkozókon általában 10-12 település képviselteti magát, három fős csapatokkal, és a gyerekek a szövetség történetéből, a keresztúrok történetéből, hagyományokból, kultúrából, földrajzi ismeretekből, ügyességi játékokból, és a ma divatos különböző szabadulószobás és egyéb attrakciókból összeállított vetélkedőkön vesznek részt, és ez tölti ki a ma kezdődő és tulajdonképpen csütörtökön a reggeli órákban végződő eseményt. A mostani esemény során a településsel való ismerkedés az elsődleges cél, azok a nevezetességek, természeti és épített kincseknek a megismerése, amelyek itt találhatók, illetve közösségformáló rendezvények, kiskatakoncert, nagybogi előadóestje, táncház, diszkó és egyebek, amelyek a fiatalok közti kapcsolatoknak a kiszélesítését szolgálják. Ezen kívül a szövetség idei második közgyűlését is meg fogja tartani, amelyen pedig a júliusban Maros Keresztúron megrendezésre kerülő 23. Keresztúr nevű települések nemzetközi találkozójának az előkészítése fog megtörténni. Szövetségünk alapvetően négy célkitűzést jelölt meg, amikor megalapult: a nemzeti összetartozás erősítése, a népi hagyományok erősítése, egymás segítése és a szolidaritásnak a megnyilvánulása
a közösségen belül bajba jutott emberek, bajba jutott közösségek támogatása, segítése. És ennek ékes példája volt anno, amikor itt a faluház leégett, illetve az utóbbi időben pedig a kárpátaljai Tiszakeresztúr nevű településnek a megsegítése az orosz-ukrán háború kapcsán. A Települések Szövetsége ugye több mint 20 éves, két évtizedes múltra tekint, ez úgy gondolom önmagáért beszél. Azok a jubileumi események, amelyek Balaton keresztúron kerültek megrendezésre, voltak eddig a legnagyobb lélekszámú és népességszámú rendezvények. 2009-ben a 10. találkozón egy időben 1200 vendég tartózkodott Balatonkeresztúrról, 29 településről, míg 2019-ben a 20. találkozón, ott pedig mintegy 1150 vendég, szintén 29 településről. Én úgy gondolom, hogyha ilyen kicsi települések, amelyek ezt a szövetséget alkotják, 80-100 fős közösségektől 500, 1000, 1500 fős közösségekig, három település nagyobb ettől, Székelykeresztúr mintegy 10 000-es lakosságú, Rákoskeresztúr Budapest 17. kerülete mintegy 100 000-es összességében, és még egy 3500 fős település van Ráckeresztúr, a többiek kivétel nélkül mind-mind 3000 fő alattiak. Ha ezek a közösségek ennyi embert együtt meg tudnak mozgatni, én úgy gondolom, hogy ez az egész történetnek a fontosságát, létjogosultságát messze menően alátámasztja. 3 évvel ezelőtt már, és azóta vannak olyan diákok, akik felnőtté váltak, és felnőtt korukban akár kulturális egyesület révén, akár magánszemélyként már delegáció tagokká váltak, és a modern technika vívmányait pedig rendszeresen alkalmazzák és hasznosítják egymás körében. A megnyitó során Rozgonyi István polgármester szeretettel köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy a következő néhány nap a gyermekekről szól, és arról, hogy megismerkedjenek egy másik Keresztúr nevű településsel. Kovács József, a Keresztúr nevű Települések Szövetségének elnöke, beszéde alkalmával kiemelte, hogy a Keresztúr nevű Települések Szövetsége több mint 13 évvel ezelőtt gondolta úgy, hogy ne csak a felnőttek, hanem a fiatalok is találkozzanak. A 3 napos program nyitásaként a Kiskata zenekar lépett fel Bodrogkeresztúron. Joy.